Sziasztok! Ismét indulunk fotózni. Végre egy kicsit kisütött a nap és gyönyörű időnk van. Tengap nagyon szép volt a meccsek, úgyhogy ennek apropóján úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy style shootot. Az ötletgazda a Kortona rendezvényszervezés és dekoráció dekoratőre Pánicsnyi Adorján Ildi volt. A többiekről pedig majd beszámolunk nektek, és ott lesz egyébként a linkjük a videó aljában, éppen a videó írásában is majd. Hát most el is megyünk fényképezni, úgyhogy szerintem ennyi. Sziasztok! Hello! Most. Várunk. No, hát várunk. Mindig anyaszonyra kell várni. Most nézegetjük az autó tükrében, hogy mikor érkeznek meg végre, és tudunk elindulni. Amúgy ők teát főznek, úgyhogy mondjuk hideg van, tehát érthető a dolog, csak most mennénk, mert fényeink meg nagyon sokáig vannak, úgyhogy ez most egy ilyen sztori. De szerintem hamarosan ide fog érni, és akkor megyünk. Úgyhogy, ja. És meg is jöttek. Közeledünk a helyszínhez, és van a fákon hó, úgyhogy minden jó lesz. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy ilyet lehet kérni egyébként kreatív fotózásra is, így gyönyörű dekorációkat tud készíteni. Ennél akár bonyolultabbakat is lehet kérni, úgyhogy mi ajánljuk nagyon, mert fel tudja nagyon dobni egy kreatív fotózást, hogyha egy interjőrben tudunk fotózni. Van egy mennyasszonyunk is. Ez itt a negyedik fotózásunk. Köszönöm nektek, hogy segítetek Ricsinek és Lottinak. Van egy gyönyörű modellünk, éppen átgázol a havon. Betty is, Videszki Beáta. A gyönyörű ruháját a Tizsami Szalomból kaptuk. Köszönjük Kittinek. A gyönyörű sminket a Mester Duca készítette. A frizuráját, nehéz szó, pedig Édua, Forró Édua készítette. Érdemes megnézni. Ugye ez a mi kis csapatunk, nem izgalommentes a kis napunk. Gyönyörű időnk van, süt a nap, hatalmas a hó, és rengeteget tudok még beszélni, örülök az állat. Szuper jó itt lenni veletek, köszönöm szépen. Kérem, amikor a bögrébe fogunk közvetlenül a kávét. Egészségetek. Végeztünk az első helyszínen, úgyhogy felmegyünk, megnézzük, hogy rá lehet menni az Orfői tóra, mert szeretnénk egy kipkoris képet is. Visszajöttünk az Orfői tóhoz, itt fogunk fotózni. Átöltözünk egyszer, nem mi, mennyasszony öltözik át.
Legjobb szüli nap ever. Igen. Tüdőgyulladás, hát nagyon mérges leszek el. Ja, nem is mert. Szégyen össze magad. És mit kaptál szüli napra a tüdőgyulladást? Igen. Gyerekeknek, ha elesel, még meg is lehet. Igen, 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 igen. Oké, mindenkinek megkaptál, viszont szépen. Mi köszönjük. Mindenki egy jövős, ez van, főleg te. Szuper. Köszönöm. Összeállunk egy szállt ide. Ja, mind az állat. Kinek leghosszabb a keze? Én csinálok rólatok képet. Hát te, te is szokottad. Tök jó. Húzd a lábadat magad alá jobban, úgy. Nagyon jó. Dőzd a csokrot, úgy jó. Nagyon jó, és Ricsi, nyugodtan az arcoddal is fordulj teljesen felé. Nagyon jó. Most felém. Mit csináltam? Oké.